szolnoki Alexander Trauner Filmfesztivál 2019-ben ünnepelte 50. jubileumát. A többnapos filmfesztivál csupán 2018-ban vette fel az Oscar-díjas, magyar születésű látványtervező Trauner Sándor nevét, de már ezt megelőzően is kiváló alkotóknak és alkotásoknak biztosított megmutatkozási lehetőséget. A fesztivál igazgatójával, Demeter Évával készített interjút Flajs Vanda alkotótársunk. Szép jó napot kívánok! Itt vagyok Demeter Évával, aki a szolnoki Alexander Trauner Art és Filmfesztivál fesztivál igazgatója. Ez a fesztivál már feltételezhetően nem egy újonnan csengő név a magyar művészeti szférában, de valószínűleg külföldön is ismeretes. Azért az elmúlt 5 évtizedben rengeteg dolog történhetett ezzel a fesztivállal. Tudnál egy kicsit mesélni nekünk az indulásról, az elmúlt 5 évtizednek a nagyobb volumenű szakaszairól, a név eredetéről, amit ugye 2018 óta viseltek Alexander Trauner néven, és meg egy kicsit a fesztivál profiljáról. Sziasztok! Természetesen nagy örömmel vállalom a felkérést. 1969-ben volt az első ilyen filmszemle Szolnokon. Ez akkor még szemle volt, és nem fesztivál, azért mert a képzőművészeti filmeket bemutatták, de nem versenyeztették. És ez a filmes rendezvény az akkori kulturális hetek rendezvénye keretein belül valósult meg. A szolnoki művésztelep az a kezdetektől kezdve nagyon fontos szerepet játszott a filmfesztiválok életében. Voltak olyan rendezvények, amikor nem volt pénzdíj, hanem a szolnoki művésztelep alkotásai közül választották ki azokat, amelyeket a díjazott filmeknek és alkotóiknak ajándékoztak. A fesztiválokat először a megyei moziüzemi vállalat, mert hogy akkor még ilyen is volt, ő gondozta, majd később a filmterjesztők országos szövetsége és a Tisza Mozi Kft. Vette át a fesztiválok rendezését. Ez körülbelül az 1990-es évek a rendszerváltás környékére tehető. Ugye a 2000-es évektől kezdve nemzetközi jellegűvé váltak, páros évben a képzőművészeti, páratlanban pedig a tudományos filmek versenyével. 2018 volt az szintén az a mérföldkő, ami meghatározta a fesztiválnak a sorsát, ugyanis akkor döntöttünk a névváltás mellett, megkapta az Alexandre Trauner, tehát Trauner Sándor virághírű látványtervező nyomán az Alexandre Trauner Art Film Fesztivál nevet. Ugyanakkor hülyek maradtunk a hagyományokhoz, és a továbbiakban is folytatjuk a képzőművészeti és tudományos filmek versenyét. Valamint kiegészült a fesztivál egy 10 nagy játékfilmből álló szekcióval, ahol főként európai filmeket mutatunk be, amiknek a látványvilága meghatározó, és ezeket a filmeket egy nemzetközi zsűri díjazza. Ugye, ahogy említetted is, azért ez egy nagyon széles, színes műfaji paletta, amit ez a fesztivál nyújthat. Milyen a megoszlása a résztvevőknek? Tehát honnan érkeznek, akár külföldről is a résztvevők, alkotók, akár nézők is? Résztvevőket fogadunk a világ minden tájáról, a tavalyi évben is jöttek egészen a környező országoktól kezdve, Ekvádorig filmes alkotók. Ugye minden évben vendégül látunk 8 felsőoktatási intézményt, ahonnan diákokat, tanárokat várunk. Továbbá részt vesznek a fesztiválon a filmszakma képviselői, a sajtóképviselői, és szolnokiak is, bár ők kevesebb arányban. Így, hogy azért már jó pár fesztiválon túl vagytok. Milyen a vízhangja ennek a fesztiválnak? Mondtad ugye, hogy szolnokiak nem annyira vesznek részt, viszont akár Ekvádorból is jönnek emberek, tehát azért nagy vízhang lehet ez akár világszinten is. Mióta kiterjesztettük a fesztiválnak a profiát ezekre a játékfilmekre, amiknek a látványát díjazza a zsűri, és mesterkurzusok is vannak, amiket tényleg világhírű szakemberek tartanak, mint ugye 18-ban Peter Greenaway, Ellen Starsky vagy Rajk László, akkor a tavalyi évben ugye Olivier Gerard, aki Orson Wellesnek volt az asszisztense, és az idei évben is igyekszünk olyan embereket megnyerni, akik át tudják adni tudásukat a fiataloknak. Így tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy felfigyelt rá a szakma itthon és külföldön egyaránt. Tehát a médiából, a sajtóból is nagyon pozitív visszajelzéseket kaptunk, és ugye a résztvevőktől egyaránt, ugyanis ők
üzenetben, vagy bármilyen más módon visszajeleztek a fesztivált követően, és különösen tetszett nekik ugye a családias hangulat, a vidéki jellege a fesztiválnak, hiszen ha belegondolunk, minden a fővárosra koncentrálódik, elég kevés vidéki fesztivál van, a Színefesztivál és a Kaffon kívül, úgyhogy mi tényleg igyekszünk egy jó színvonalú, de mégis vidéki családias fesztiválnak megmaradni. Ugye mi, amikor tavaly részt vehettünk ezen, utólag is nagyon köszönjük, tényleg egy nagyon jó élmény volt a vidéki hangulatával és családiasságával, illetve szakmailag is nagyon sokat tanulhattunk. Akkor ugye tapasztaltuk, hogy a moziban átépítések voltak, és akkoriban is beszéltünk arról, hogy azért vannak célkitűzések ilyen szempontból is a jövőre nézve. Hogy erről esetleg tudnál egy kicsit beszélni, hogy akár fesztivál tematikával kapcsolatban, a környezettel, mozival kapcsolatban, ahol megrendezésre kerül, vannak-e tervek? Az épület felújításon esett át a tavalyi filmfesztivál óta. Lett egy közösségi tér kialakítva a tetőtérben, ami akár 80-100 fő fogadására is alkalmas. Egy nagyon hangulatos ilyen tetőtéri szobáról beszélünk, ahol filmeket lehet majd vágni, interjúkat készíteni, akár még bulizni, beszélgetni, zsűri találkozókat tartani. A tematikát és a profilt illetően pedig mi szeretnénk megtartani a Trauner Sándor nevet, és ehhez hülyen a 10 nagyjátékfilmből álló versenykategóriát, valamint idén ugye képzőművészeti és diákfilmek versenyét is meghirdettük, és lesznek szintén mesterkurzusok. Akkor idén először bevontuk az egyetemistákat az egész arculatnak a megtervezésében. Minden évben törjük a fejünket, hogy milyen technikai újdonságokat vonultassuk fel. Tavaly ugye a virtuális realitással kapcsolatban volt egy kis bemutató, és idén lehet, hogy egy új informatikai rendszeren keresztül, egy új applikációval bővül a mozi, de erről majd akkor, amikor ez tényleg megvalósul, hiszen lehet, hogy a fesztivált is érinti ez az újdonság. Hát én nagyon sok erőt és kitartást kívánok addig, ameddig újra kinyithat a mozi, és remélhetőleg megrendezésre kerülhet minden nagyobb gond nélkül a fesztivál, és remélhetőleg mi is ott tudunk majd élőben találkozni legközelebb is. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm az interjút, és jó egészséget kívánok! Én is köszönök mindent, és nagyon várjuk az egrieket ismét a fesztiválra, remélhetőleg akkor ősztel találkozunk. Köszönjük szépen, szia! Köszönöm!